Itt állunk egy teljesen titkos távvezeték, Maviros távvezeték oszlop mellett, ahol már lassan egy évtizede folyik a Kerecsen sólyom megfigyelés, kamerával való megfigyelés. Hogyha a nézők emlékeznek rá, ez 24 órás megfigyelés, folyamatosan rögzítjük kamerára a Kerecsen sólymoknak az életét, akik ezen az oszlopon fészkelnek, és hát nem csak Kerecsen sólymok, hanem miután a Kerecsen fiókák kirepülnek, még kabasólymok is szoktak idejönni, és az utóbbi években vándorsólymot is láthattunk, és vörösvécséket is ezen a helyen. Most még mínusz 8 fok van, és nagyon szép az idő, de nagyon hideg van. El kell kezdenünk mégis a kameráknak a felülvizsgálatát, az akkumulátoroknak a cseréjét, ami biztosítja azt, hogy folyamatosan menjen a műsor, a felvétel 24 órán keresztül. Itt, amint lehet látni, napelemek segítenek abban, hogy az akkumulátor ne fogjon ki, és folyamatos legyen a kamerázásnak a lehetősége. Miért kell ilyen hidegbe eljönni, és miért kell itt február közepén elvégeznünk ezeket? Miért nem lehet várnunk tavaszig, májusig, áprilisig? Hát azért nem lehet, mert ezeket a munkákat költési időszak előtt kell elvégezni, és a madarak ebben az időszakban már a költőterületen tartózkodnak, kezdődik a fészekfoglalás, nászrepülés, tehát az ilyen jellegű karbantartással kapcsolatos feladatokat most célszerű még elvégezni. A Kerecsen sólyom az egy Magyarországon egy fokozottan védett madárfaj, 1 millió forint a természetvédelmi értéke, nagy az elterjedési területe, Magyarország nyugati határától gyakorlatilag Mongóliáig a Szcsepzónát lakja, a hazai állomány és 180-200 pára tehető. Ennek a kamerázásnak az az egyik nagy jelentősége, azon kívül, hogy a nagy közönségnek is lehetősége van megfigyelni egy ilyen ritka védett madárfajnak az életét, hogy ez a szakembereknek is segítség, hiszen az egész elterjedési területén tudomásunk szerint ez az egyetlen egy olyan fészkelőhely, amit a Mavir segítségével sikerült bekamerázni, és így folyamatosan nyomon lehet követni a nászrepülésüket, tojásrakást, fiókanevelést, tehát az teljes költési periódus, és ez a szakemberek számára is fontos, hiszen olyan költésbiológiai információkra tehetünk így szert, amit másképpen nem tudunk megfigyelni, és mindezt a madaraknak a zavarása nélkül. Amikor egy évad eltelik, és átadjuk a kazettákat, a fájlokat, amiken rajta vannak a felvételek, mi lesz azoknak a sorsa? Te, mint ornitológus, mit fogsz utána csinálni ezekkel? Hát kielemezzük. Ahogy említettem, ez a ornitológusok számára is egy nagyon jó lehetőség, hogy megvizsgálják a madaraknak a költésbiológiai paramétereit, adatait, kotlási időszakát, milyen szinten kotlik a tojó vagy a hím, mennyire váltják egymást, mivel táplálkoznak, hogy kelnek ki a fiókák, hogy cseperednek, hogy repülnek ki. Tehát ez mindenképpen egy fontos információ, és mindezt ugye fölveszünk, nem csak online közvetítés van, hanem ezeket az információkat a kollégák fölveszik, és a végén pedig kiértékelésre kerülnek. És ez azért is fontos, mert nem csak egy évről van most már adatsorunk, hanem hát itt már 10 éve költenek a sólymok, és 10 éves adatsorból már az elég komoly következtetést lehet levonni egy-egy bizonyos élőhelyre. Itt vagyunk az oszlopnál Zolival, aki a csapatával azért jött ki a mai napon, hogy karba tartsa azt a rendszert, ami 24 órán keresztül figyeli meg a madarakat kamerával, éjszaka is, nappal is. Ez egy olyan rendszer, aminek bírnia kell mindent, és évenként pont ezért karban kell tartani. De mielőtt a karbantartásról beszélnénk, hadd kérdezzünk meg, Zoli, mit kell tudnunk erről a rendszerről? Hát alapvetően ő egy szigetüzemű napelemes rendszer, ami semmilyen más betáppal nem rendelkezik, csak a saját napelemes betápjaival. Illetőleg ugye egy akkumulátor biztosítja azt, hogy 0-24-ben tudjon működni a kamerarendszer. Ez gyakorlatilag két akkumulátor, 24 voltos rendszerről beszélünk. Ennek van egy vezérlő szekrénye, amiben dupla töltőelektronika került beszerelésre, pont azért, hogyha valami meghibásodás történne itt az évközben, akkor ez az egyik elektronikától a másik át tudja venni az akkumulátor töltés és egyéb vezérlő szerepeket. A nehézségében az, hogy ugye itt vagyunk kint a puszta közepén, nehéz a karbantartás is, eleve az idejutás is.
ebből kifolyólag azért úgy kellett megépíteni a rendszert, hogy lehetőség szerint mindenféle mostoha időjárási körülményt és minden olyan behatást elviseljen, amire itt azért fel kell készülni. Gondolok itt a csapadékra, szélre, jegesedésre, hideg, meleg, tehát nagyon sok probléma elő tud fordulni, amire fel kellett készülni. Még hadd kérdezzem meg azoknak a kedvéért, akik csak műkedvelők és nem pedig műszaki emberek, hogy hogyan működik ez? Tehát, hogy fent ott, ahol van a fészek, a költőláda, ott vannak kamerák, egy vagy két kamera? Két kameránk van fönt, így van. Ott két kamera van fönt, és azoknak a kameráknak a betáplálását vezéreljük innen az akkumulátor szekrényből és az elektronikai szekrényből. Na most ugye önmagában a kamera még nem lenne elég, a kameráknak a jelét el is kell juttatnunk az internetre. Ehhez gyakorlatilag két wireless hozzáférési pont került felszerelésre, amit ott látsz. A felvételek, amik folyamatosak, nagyon sokat segítenek, hiszen a nézők számos esetben telefonáltak be olyankor, amikor esetleg veszély volt, sőt, amikor az egyik fióka ugye kiesett a fészekből, akkor az egyik kedves nézőnk telefonált be, és ezért sikerült időben megmenteni őt, időben megműteni őt implantátumokkal, és sikeresen kirepült a madár. Zoli, mit fogunk látni, mit fogtok most csinálni, mit kell tenni ahhoz, hogy a következő évben is működjön ez a kamerarendszer? Hát gyakorlatilag 4 év üzem után akkumulátorokat fogunk cserélni a rendszerben. Ez azt jelenti, hogy az eddig használt 2 akkumulátor le fog kerülni az akkumulátor szekrényből, és 2 teljesen új akkumulátor fog a helyére kerülni. Ugye újraindításra kerül a rendszer, megtörténik az összes elektronikai eszköznek a karbantartása is mindemellett, de talán a legfontosabb most az akkumulátorcsere. Ugye azok az akkumulátorok, amik ide felkerülnek, ezek ólom akkumulátorok, gyakorlatilag 150 amperórás akkumulátorok, és 24 voltos rendszer látja el árammal a kamerákat, és ugye a wireless részét is a rendszernek. Hát akkor hagyd szóljon. Köszönöm szépen! Köszönöm én is!